A tavalyi csalódás keltő negyedik hely után a teljes 2017-18-as idényben nagy csatát vívott a Ferencváros labdarúgó csapata a bajnoki aranyéremért. Szoros hajrában végül a Videóton szerezte meg az első helyet. Tomászlónak az elmúlt három évben megszerzett 7 trófea után ez volt az első teljes szezonja a Fradi kispadján, amelyben nem nyert címet az együttessel. Ha a teljes szezont vizsgáljuk, akkor pozitív az összkép annak ellenére, hogy trófea nélkül maradtunk. Nem egyszerű minden évben új csapatot építeni, pótolni a távozó játékosokat és beépíteni az érkezőket. Nyáron nagyon nehéz volt az indulás, későn állt össze az együttes. Ahogy viszont ezután küzdöttek, csapatként játszottak a pályán, az alapján szerintem mi játszottuk a legszebb és legjobb futballt. Nagy kár, hogy nem jutalmazták meg magukat a fiúk, hiszen megszerezhettük volna a bajnoki címet. Ha az utolsó heteket nézzük, akkor nyilván mindenki csalódott a klubnál, hiszen tudjuk, hogy több volt ebben az idényben. A bajnoki szezon során a Ferencváros több nagy győzelmet is aratott. Tomás Doll két bajnokit emelt ki az idényből. Voltak nagyon nehéz pillanatok a szezonban, amikor jól reagáltunk. A 8. fordulóban a Vasas ellen kétszer is hátrányból jöttünk vissza, és végül 5-2-re nyertünk. Kulcsfontosságú mérkőzés volt, formába lendültünk, és nagyszerű meccseink voltak utána. Többek között a Videóton ellen itthon, amikor 3-1-re győztük le őket. Nyáron a Midtjylland elleni első félidő is nagyszerű volt, aztán magunkat büntettük a piros lappal. Kicsit hasonló volt ahhoz a meccshez a teljes szezon. Jó helyzetbe hoztuk magunkat, aztán néhány döntés miatt végül elmaradt a siker. Meggyőződésem, hogy a bajnokság hajrájában több fontos, akár meccset eldöntő szituációban sem a helyes ítélet született. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy így is minden a kezünkben volt. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de nem voltunk kellően hatékonyak a befejezéseknél. If you ask me to change, I don't know if I can. A Ferencvárosból három játékos, Varga Roland, Böde Dániel és Joseph Péncil is 10 vagy több gólt szerzett. Utoljára az 1982-83-as bajnokságban fordult elő, hogy három fradi futballista is 2 számjegyű találatig jutott. Akkor Nyilasi Tibor 17, Szokolai László 14, Pölöskei Gábor 13 gólt szerzett. Talán a Fradi az egyetlen csapat a magyar bajnokságban, amely már az ellenfél térfelén agresszíven letámad, és nem a felező vonalnál vár, hogy hozzákerüljön a labda. Ennek köszönhetően sokszor gyorsan a kapu elé kerülünk. Törekszünk a kombinációs játékunk folyamatos javítására, mivel sok együttes nagyon mélyen betömörülve játszik ellenünk. A magyar bajnokságban minőségi játékosok bőven elérhetik a 10 gólt. Böde Dani ezt évről évre megmutatja. Varga Roland szintén nagyszerű idényt zárt, szerintem az egész bajnokságban az övé a legjobb rúgó technika. Joseph a gyors fordulásaival, okos megmozdulásaival, cseleivel sok helyzetet tud kialakítani, és ezekből jó néhányat értékesítve jutott el ő is 10 találatig. Támadósor után a hátsó lagzatról is beszélt vezetőedzőnk. A Ferencváros védelmének centrumában két nyáron érkezett játékos alkotott remek párost. Mihá Blazsics sich weiterentwickelt hat. Mihá Blazsics sokat fejlődött nálunk, ahogy Otikba Kenet is, mindketten válogatottak lettek. Mindenképp kiváló, hogy az utóbbi években jellemző volt ránk, a minőségi játékosaink nálunk még tovább fejlődtek. A védők előtti hatos pozíciót Spirovski jól megoldotta, aztán tavasszal Leandro is, amikor Spiro előrébb játszott. De tovább keresünk, talán tudunk olyan játékost találni a posztra, aki még több erőt, még több dinamikát ad a csapatnak ebből a döntő jelentőségű pozícióból. Belső védőt is keresünk, hiszen nem tudjuk, hogy Otikba mikor térhet vissza. Tomás Doll és tábja tehát már elkezdett gondolkozni azon, hogy lehet még erősebb a Ferencváros a 2018-19-es szezonban. Az új játékosok mellett azonban csapatként is tud előrelépni a Fradi. Döntő pillanatokban hiányzott az utolsó néhány százalék a befejezéseknél, és az a mentalitás, hogy mindegy, mi történik a pályán, végső soron a saját kezünkben van a sorsunk. Ami a játékot illeti, a Videóton elleni első félidőben megmutattuk, milyen jó futballra vagyunk képesek.
Idegenben is totális kontroll alatt tartottuk a meccset, bátrak voltunk, tudtuk, hogy mit kell tenni az ellenfél felállása ellen. A meg nem adott 11-es ellenére is megvoltak a lehetőségeink, de ennyi helyzetet sajnos nem lehet büntetlenül kihagyni egy rangadón. A játékosok mindössze egy hét pihenőt kapnak, június 11-én már kezdődik a felkészülés az új idényre. A magyar válogatott játékosok később csatlakoznak a kerethez. Egyértelműen nem elég ez az egy hét. Mondtam a stábtagoknak is, hogy aggódom a játékosok egészsége miatt. A legutóbbi nyáron hosszú időre elvesztettük Gera Zoltánt, Bőle Lukácsot és Hajnal Tamást is. Szerintem egyáltalán nem lenne gond, ha néhány fordulót előrehoznának és szerda-szombat ritmusban játszanánk. Egy-két héttel több pihenő jutna a játékosoknak, akiknek fizikailag és mentálisan is ki kellene pihenniük magukat. Mi most vesztettük el a bajnokságot, de szinte átmenet nélkül már a következő szezon felkészülésére kell koncentrálnunk. Akik az idény tervezik, mindezt jobban át kellene gondolniuk, hiszen egész Európában a magyar bajnokság tartott legtovább. Emberekről beszélünk, nem gépekről. De ami rajtunk múlik, azt meg fogjuk tenni, hogy sikeresek legyünk a következő szezonban. Manó Miltiádész 90 éve tervezte labdarúgó csapatunk ikonikus jelvényét, a Fradisas tábrázoló képet. Látogass el június 23-án a Múzeumok éjszakáján a Fradi Múzeumba, ahol változatos programokkal és különleges Fradisas relikviákkal készülünk. Vedd meg most karszalagodat!